Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a Miskolci Szakképzési Centrum Blátó Ottó Villamosipari Technikumból. Ma egy rendkívüli délutáni online felvételi tájékoztatót fogunk tartani. Velenyák János vagyok, az intézmény igazgatója, és most délután kezdenénk egy ilyen intézményi tájékoztatóval, egy felvételi tájékoztatóval, azt követően pedig kollégáim, illetve a tanulók segítségével be fogunk mutatni néhány érdekességet, amivel foglalkozunk itt az iskolában. Amint itt a címlapon is látszik, 70 éve foglalkozunk villamosipari képzéssel. Az iskolánkat 1950-ben alapították, és akkor is technikus képzéssel foglalkozott ez az iskola az 50-es években. Később változott többször is a képzésnek a típusa, de most ismét technikus képzéssel foglalkozunk már. Miről lesz szó a bemutatóban? Foglalkozni fogok a technikus képzéssel, ezzel az új típusú technikus képzéssel, az iskolán képzési kínálatával, felvételi eljárásnak a rendjével, illetve nyilvánvalóan szeretnénk azt is bemutatni, hogy miért a mi iskolánkat ajánljuk, miért érdemes a mi iskolánkba jönni. A technikus képzés az kétféleképpen történhet. Általános iskola elvégzése után, hogyha fölveszünk valakit ide az iskolába, akkor 5 év alatt lehet belőle technikus, 5 év alatt történik a tanulóknak a képzése, illetve van egy másik útja is a technikusi végzettség megszerzésének, érettségi után 2 év alatt lehet technikumi végzettséget szerezni. Az iskola elvégzése után, ugye valaki vagy munkába áll, vagy pedig felsőoktatásban fog tovább tanulni. Miért érdemes a technikumot választani? Itt összefoglaltam azokat az érveket, ami miatt szerintem érdemes ma technikumba jönni. Ugye ez egy 5 éves képzés, az 5 éves időtartam alatt egy minőségi szakemberképzést tudunk megvalósítani. Az iskolában természetesen nem csak műszaki jellegű képzés folyik, hanem általános közismereti képzés is, tehát az iskola általános műveltséget ad, felkészít az érettségi vizsgára, felkészít a szakmai vizsgára. Nyilvánvalóan segítséget nyújtunk, megfelelő alapot, ismereteket nyújtunk a szakirányú továbbtanuláshoz, és hát nyilvánvalóan az iskola alapvető cél, hogy felkészítsen a munkába állásra. A mi iskolánkban is, meg általában a technikumokban folyik most a tanműhelyeknek a korszerűsítése, új digitális oktatási tartalmak jelennek meg, és több intézményben is zajlanak felújítási munkák. Így a mi iskolánkban is 2 tanteremnek jelenleg is folyik a teljes felújítása, a földszinten pedig 3 új, mai követelményeknek megfelelő tanműhely kialakítására van lehetőségünk. A 9-10. Évfolyamon ágazati képzés zajlik az iskolában, tehát ez azt jelenti, hogy a tanulók bármilyen szakmát választanak, ugyanazt az ismeretet tanulják az első 2 év során, és ezt követően 11. évfolyamtól van lehetőség arra, hogy részt vegyenek a szakképzésben, illetve hát duális képzésben is részt vegyenek a tanulók, tehát külső gazdálkodó szervezeteknél végezzenek szakmai gyakorlati képzést. A szakmai vizsga után nyilvánvalóan elsősorban szakirányú továbbtanulás, egyetemi főiskolai továbbtanulás esetén többletpontokat kapnak a tanulók, tehát könnyebben be tudnak jutni felsőoktatási intézménybe. A technikumokban és a szakképzésben egy új ösztöndíj rendszert alakítottak ki. Az ösztöndíjnek a mértéke az 2 dologtól függ. Egyrészt attól, hogy milyen a
éppen aktuális minimálbérnek, tehát a tanévkezdéskor milyen a minimálbérnek az értéke, illetve függ attól, hogy a tanuló milyen tanulmányi eredménnyel rendelkezik. Az ágazati alapoktatásban ott a minimálbér 5%-a az ösztöndíj, tehát 8050 forint per hó, majd a 11. évfolyamtól kezdődően ez megemelkedik, és egy 4,5 fölötti eredménnyel rendelkező tanuló akár 56.350 forintos ösztöndíjat is kaphat jó tanulmányi eredmény esetén. Duális képzésben résztvevő tanulókkal a gazdálkodó szervezetek munkaszerződést kötnek, és ott a díjazás, a tanulóknak a díjazása az elérheti a minimálbér 60%-át is. A szociálisan rászoruló tanulók pályázat útján kérhetnek támogatást, ez a minimálbér 20%-a lehet, tehát mintegy 32.000 forint, és azt is szeretném megemlíteni, hogy a technikusi végzettség megszerzése után egyszeri pályakezdő támogatást kapnak a sikeresen vizsgázók, ez is tanulmányi eredménytől függően változik, és akár közel 290.000 forint is lehet ennek a nagysága. Nyilvánvalóan ezeket az összegeket a jelenlegi minimálbér alapján határoztam meg, számoltam ki. A technikumban a vizsgarendszer az a következőképpen fog alakulni. 9-10. Osztályban alapozó képzés van, ágazati alapvizsgát kell tenni a tanulóknak a 10. évfolyam végén, ez írásbeli, illetve gyakorlati feladatnak a megoldásából áll. 12. évfolyam végén ott úgynevezett előrehozott érettségi vizsgát tehetnek a diákok, magyar, matematika, történelem tantárgyakból tehetnek előrehozott érettségi vizsgát, és 13. évfolyam végén van a nyelvi érettségi vizsga, illetve a szakmai vizsga. Az 5. vizsgatárgy az a szakmai vizsga lesz majd a tanulók számára, amely nyilvánvalóan emelt szintű érettségit is érhet, abban az esetben, hogyha a tanuló ezt megfelelően teljesíti. 13. év végén lehetőség van emelt szintű érettségi vizsgák letételére is, hiszen a 13. év folyam során is nem csak szakmai tantárgyakat tanulnak a diákjaink, a tanulóink, hanem ezen az évfolyamon van lehetőség különböző felkészítő foglalkozásokon részt venni, tehát az emelt szintű érettségi vizsgára felkészülni. Az iskola képzési kínálata az elektronika és elektrotechnika ágazati képzésre irányul, tehát ilyen jellegű ágazati képzéssel fogunk mi foglalkozni. Az előző évben még szakmát is meg kellett jelölni a tanulóknak, ebben az évben a jelentkezés során csak az ágazatot kell megjelölni. 4 osztályt indíthatunk, ugye osztályonként 32 tanulóval számolva, ez 128 tanulónak a felvételét jelentheti. A tanulmányi terület kódja az 0,041, ezt kell majd a felvételi lapon beírni, ezt kell majd rögzíteni. Mely szakmákat lehet majd választani az ágazati képzést követően? Ugye alapvetően az iskolában 4 szakmát tanítunk, 4 technikusi végzettséget lehet szerezni. Ezek közül a legújabb, a legfrissebb, ez az ipari informatikai technikus. Ők, akik itt tanulnak, vállalati környezetben rendszergazdai feladatokat látnak el. Nyilvánvalóan ma már minden hálózaton keresztül történik az informatikában, tehát kell tudniuk hálózati rendszereket üzemeltetni, kell tudni adat- és jelfeldolgozást, műszaki dokumentálást, távméréseket
kell tudniuk végezni, és hát robottechnikai rendszereket fognak majd üzemeltetni még ezek a diákok, amennyiben ezt a képzettséget megszerzik. Itt szeretném elmondani, hogy a három új tanműhely közül, amit építünk, az egyik az éppen egy ilyen robottechnikai műhely lesz majd, ahová nagyon jó berendezéseket, kukarobotokat, tehát tényleg ipari környezetben használatos robotoknak a kezelését is elsajátíthatják majd a tanulók. A következő szakmai végzettség, szakképzettség, amit meg lehet szerezni itt az iskolában, az az automatikai technikus végzettség. Az automatikai technikus különböző ipari folyamatoknak az irányításával foglalkozik, neki érzékelőket, irányító berendezéseket kell tudni szerelni, üzemeltetni. Nem csak villamos rendszerekkel foglalkoznak, hanem pneumatikai és hidraulikai rendszereket is megismernek a tanulók. A tanműhelyeink közül az egyik éppen egy ilyen automatikai technikus képzésre készül, itt is villamos, pneumatikus és hidraulikai rendszereket fognak kezelni majd a tanulók, PLC-ket fognak programozni, illetve mikrovezérlők programozását sajátítják el a képzés során. Erős áramú elektrotechnikus képzés, az a villamosenergia termelésével, felhasználásával foglalkozik. Nyilvánvalóan ennek a munkának a mérési része az, ami ki van domborítva a tananyagban. Villamos hajtásokkal foglalkoznak nagyon sokat a tanulók, tehát hogy kell különféle villamos gépeket, villamos motorokat működtetni, szabályozhatóan működtetni. Különféle felhasználói programoknak a kezelését sajátítják el a tanulók. Szeretném kiemelni, nagy jelentősége van mostanában az intelligens épületek szerelésének, programozásának, energiagazdálkodással összefüggő feladatoknak. Ezekkel mind-mind-mind foglalkoznak az idejáró tanulók. Az elektronikai technikus képzés során elektronikai berendezéseket fognak szerelni, mérni, üzemeltetni. Az idejáró tanulók és elektronikai felhasználói programoknak a kezelését is elsajátítják. Nyilvánvalóan különféle hang, fénytechnikai eszközök, gépek irányításával foglalkoznak még az elektronikai technikus képzésen belül. A következő pont, amiről szeretnék szólni, az a felvételi eljárás. A felvételi eljárás az nem sokat változott az előző évekhez képest, most is az általános iskolai eredmények, illetve a központi írásbeli alapján történik a tanulóknak a felvétele, szóbeli meghallgatást nem tartunk. Általános iskolai eredmények 50%-ban számítanak, ugye az érettségi tantárgyak, magyar történelmi idegen nyelv, matematika, fizika, informatika, azok, amik számítanak, 7. osztály évvégi, 8. osztály félévi eredmények. A központi írásbelin matematika és magyar nyelvi feladatot kell megoldani a 8-osoknak. Néhány időpontra szeretném fölhívni a figyelmet. A központi írásbelire jelentkezni kell, ennek december 4-e a határideje. Maga a központi írásbeli az január 23-án lesz majd, egy hétvégi, szombati napon, délelőtt 10 órakor van az írásbeli, illetve azok, akik esetleg nem tudják megírni véletlenül betegség miatt, nekik van egy pótlási lehetőség január 28-án, délután 14 órakor, 2 órakor van a pótlóírásbeli vizsga időpontja. A középiskolába jelentkezés határideje az február 19, és április végén van a felvételi döntés, ami ugye levélben, postán fogunk kiküldeni majd a tanulóknak.
Néhány további információ még, amire szeretném fölhívni a figyelmet. Az egyik ilyen fontos dolog, hogy iskolánkban az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági követelményeknek is megfelel. Ezt az iskolaorvos fogja majd mérlegelni, elbírálni, és leggyakoribb kizáró ok az a szintévesztés szokott lenni, illetve esetleges szervi szív problémák azok, amik akadályozhatják azt, hogy valaki hozzánk bekerüljön. Az iskolánkban kuriózum talán, de van honvédelmi alapismeretek oktatása, ez 11-12. Évfolyamon választható, fakultáció keretében sajátíthatják el a tanulók ezeket az ismereteket, illetve 9-10. Osztályban honvédelmi szakkört is működtettünk. Van legórobot, valamint elektronika és rádióamatőr szakkör itt az iskolában, ide a 8-osoknak a jelentkezését is, tehát 7.-8. Osztályosok jelentkezését is várjuk. Ez majd jövő fél évben, hétfői napokon lesz majd például a legórobot szakkör. Matematika felvételi előkészítőt tartunk, már most is zajlik, már több foglalkozás lement, és ez hétfői napokon 15 órától van. Aki szeretne esetleg még ebbe bekapcsolódni, akkor a felvételi aláhúzás blati@miskolciesc.hu címre írjon nekünk, és becsatlakozhat, meghívóval becsatlakozhat ebbe a felvételi előkészítő csoportba. Január 11-én tervezzük egy próbafelvételinek a megíratását, fogunk erről is majd még tájékoztatást kiküldeni a 8-osok felé. Az iskolában oktatott idegen nyelvek elsősorban angol nyelvre jelentkeznek a tanulóink többsége ezt az idegen nyelvet választhatja, de lehetőség van német nyelv tanulására is. Amennyiben valaki esen is tanuló, akkor beszédfogyatékos, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknak az integrált felkészítésével foglalkozunk. Iskolánkban van fejlesztő pedagógus, illetve saját pszichológusunk is van, iskolapszichológus itt az iskolában. Miért a bláti? Hát itt igyekeztem néhány érvet megfogalmazni, hogy miért érdemes mi nálunk tovább tanulni. Először is ugye kétféle végzettséget fog kapni majd az a diák, aki nálunk végez, kétfajta bizonyítványt, egyrészt érettségi bizonyítványt, másrészt pedig technikusi oklevelet is készhez kap majd az 5. évet követően. Az iskolánkban oktatott szakmák azok nagyon keresettek, sok diákunkkal kötnek tanulószerződést a gazdálkodó szervezetek, az 5. éves tanulóinknak a többsége kinn a vállalatoknál végez duális formában szakmai gyakorlati képzést. 21. századi ismeretek elsajátítása, szeretném kiemelni ezt is. Ugye az elektronika, az automatika, az informatika, amivel mi foglalkozunk itt a képzés során, ezek azok az ismeretek, amelyekre az 21. század úgy gondolom, hogy épülni fog. Az automatizálás, a robotizáció az a gazdálkodó szervezetek előtt álló egyik legnagyobb feladat az elkövetkezendő időkben. Tehát azok a tanulók, akik nálunk végeznek, azok olyan technikai környezetben fognak majd munkát végezni, ami úgy gondolom, hogy tényleg kimagasló lesz majd a többi munkahelyhez viszonyítva. Támogatjuk a tanulóinknak a továbbtanulását, felsőfokú intézményben történő továbbtanulását. Úgy alakítottuk ki a tanterveket, hogy 5. évben matematikából, fizikából, szakmai ismeretekből, idegen nyelvből tudnak többletismereteket elsajátítani.
kiemelkedőek a versenyeredményeink, illetve tanulóink közül a nyári szakmai gyakorlatot nagyon sokan Erasmus program keretében külföldön végzik, lehetőségük van arra, hogy külföldön is megismerkedjenek a munkavégzésnek a körülményeivel. Ebben a diában a tavalyi legkiemelkedőbb versenyeredményeket foglaltam össze. Az előző tanévben automatikai és elektronikai ismeretek tanulmányi versenyen, szakmai tanulmányi versenyen, ugye ez egy szaktárgyi verseny, országos első és ötödik helyezést értek el iskolánknak a tanulói. Az épületautomatizálási versenyen indítottuk diákjainkat, ahol második és harmadik helyezést szereztek. Nyomtatott áramkörtervező versenyen ötödik helyezést ért el egy diákunk, és különféle szakmákban, ugye most három szakmában képezünk tanulókat ötödik éven, informatikai rendszerüzemeltető, erős áramú elektrotechnikus és automatikai technikus szakmákban, összesen 17 tanulónk kapott valamilyen mentességet, elsősorban az írásbeli vizsga alóli mentességet versenyeredménye alapján, 4 fő pedig teljes mentességet kapott. És hogy ne csak a szakmai eredményeket említsem, duatlon sportágban a Diákolimpia országos döntőjében, 5. korcsoportban az iskola csapata második helyezést ért el, ők ugye a kicsik, és 6. korcsoportban pedig 6. helyezést ért el az iskolánknak a csapata. De eredményesen szerepelnek diákjaink matematika, történelem versenyeken is, ezek nyilvánvalóan elsősorban helyi versenyek. Említettem azt, hogy a nyári szakmai gyakorlatra van lehetőség, hogy külföldön végezzék a tanulók. Ugye ott jobb oldalon azok az országok láthatók, ahol már jártak a diákjaink a korábbi években. Jelenleg 2 ilyen pályázatunk van függőben. Nyilvánvalóan a vírushelyzet miatt ezek most föl vannak függesztve, de reméljük, hogy nyáron Barcelonába kimehetnek már a blátis diákok nyári szakmai gyakorlatra, illetve függőben van egy nyertes pályázatunk Írországba is, oda is szeretnénk elvinni majd a tanulóinkat, a diákjainkat. Az iskola tanműhelyei, laboratóriumai, azok úgy gondolom, hogy jól felszereltek, és folyamatosan történik ezeknek a fejlesztése, megújítása is. Ezekből szeretnénk majd itt még egy kis ízelítőt tartani majd minden érdeklődőnek. Iskolai rendezvények, ugye itt különféle sportnap, szalagavató, iskolai ünnepélyekről láthatóak képek, és hát végezetül szeretnék mindenkit bíztatni arra, hogy jöjjön hozzánk, jelentkezzen a Blátiba, mi mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Felvételivel kapcsolatos információk a blati.hu honlapunkon megtalálhatóak, illetve az iskola Facebook oldalán is, úgyhogy mi mindenkit, minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várunk ide az iskolába. Köszönöm szépen a figyelmet. Még annyit szeretnék mondani, hogy ez a prezentáció, ez megtalálható ezen az oldalon, tehát bárki utólag is megnézheti, áttekintheti ezt. Én is köszöntök mindenki. Szarka Tibor vagyok, a technikum oktatója. Hát az ipari informatika szakon hálózat témakör nagy súllyal szerepel. Itt van például egy olyan szekrény, amiben hálózati eszközöket láthatunk. Kapcsolók, rúterek és olyan kombinált eszközök, amikkel otthon is találkozhat a tanuló. Ezeket úgy hívják, hogy wifi rúter, általában a köznyelven. A tanulóknak az a feladata, hogy összekössék ezeket az eszközöket ilyen kábelek segítségével általában, és
az összekötés után ezeket konfigurálni kell. Tehát az a nehezebb feladat, a konfigurálás. Nem csak fizikai eszközökön lehet dolgozni, hanem vannak szimulátor programok is. Például itt a tévén látható egy ilyen program. Egy IPv6-os hálózatot szimulálhatnak ezen a gyerekek. És itt lényeg a konfiguráció, tehát itt nem nagyon lehet húzalozni. Itt az eszközöknek a konfigját kell elkészíteni. Az elkészítés után le kell ellenőrizni a hálózatot. Erre különböző szoftver műszerek vannak. Például megmutatok egy ilyen mérést. Ez egy olyan program, ami figyeli a hálózati forgalmat, az adategységeket lehet vele kilistázni, és meg lehet vizsgálni a tartalmokat. Tehát nyilván most ez így első ránézésre nem kell, hogy érthető legyen mindenkinek, csak aki már ezzel több hónapot vagy évet foglalkozott, annak ezek a itt lévő információk, ezek már érthetők, és segítik azt, hogy a hálózat működéséről valamilyen képet kapjon. Eldöntse, jó vagy nem jó. Említettem, hogy kell konfigurálni az eszközeket, például ilyen parancsoros, konfigurációs lehetőségek vannak. Tehát nem csak korszerű webes felületen, hanem még a klasszikus karakteres felületen is lehet konfigurálni általában az eszközöket. A másik technikus képzés az ipari informatika, bocsánat, a ipari elektronika, ahol nyilván a nevéből következően elektronikus áramkörökkel is foglalkoznak a tanulók, és például ilyen gyakorló panelen ismerkedhetnek meg az áramkörökkel. Milyen alkatrészekből épülnek fel az áramkörök, például itt integrált áramköröket látunk, kapcsolókat, ledeket, ezeket kell összehúzalozniuk. És nyilván itt is mérésen dől el, hogy sikeres-e a kapcsolás megépítése vagy nem. Tehát ehhez még további műszerekre van szükség, amelyekkel elvégezhetik a mérést, főleg akkor, hogyha hibát kell keresni. Ez a technológia, vagy ez az alkatrészkészlet, ez már viszonylag régi, ez több évtizede használatban van, mondjuk úgy, hogy ezek klasszikus alkatrészek, de vannak olyan modernebb eszközeink is, amelyek hát a pillanatnyi ipari alkatrészkészletet tükrözik, például itt van egy ilyen gyakorló panel, látszik, hogy ebben már egy nagy bonyolultságú integrált áramkör van, amit körbe vesz néhány periféria, és a perifériákra lehet különböző perifériák használatára lehet különböző alkalmazásokat készíteni. Olyan perifériák vannak itt, mint 7-szegmenses kijelző, relék, nyomógombok, hangszóró, és érdekességképpen az iskola melletti útkereszteződésnek a modellje is szerepel. Elég kicsi, de aki szemüveggel néz, ezt láthatja. Körülbelül ezt az útkereszteződést valósítja meg. Egy ilyen alkalmazást számítógépes fejlesztő rendszer segítségével lehet készíteni, és úgy lehet letölteni ebbe az FPGA-ba, FPGA-nak nevezett alkatrészbe. Itt van például egy ilyen minta a fejlesztő rendszerből. Nagyon egyszerűnek tűnik. Egy modul tartalmaz magát az útkereszteződést. És nyilván bele kéne nézni a részletekbe, hogy lássuk, hogy egy ilyen útkereszteződés miből áll. Hogyan valósítható meg. Ennek a témakörnek a megértését segíti egy jegyzet, ami rengeteg példát tartalmaz ennek a fejlesztő rendszernek a használatába,
vezeti be a tanulókat. Hát elég nagy terjedelmű, mert sok példa van benne. Jó, hát köszönöm szépen. Jó napot kívánok, kezi csókolom, szervusztok. Én Bachmann Károly vagyok ennek az intézménynek az egyik igazgató helyettese, és csatlakoznék a kis bemutatómmal ahhoz, amit igazgató úr mondott, hogy az erős áram elektrotechnikusok, azok sokat foglalkoznak villamos hajtásokkal. Nem kell megijedni, itt arról van szó, hogy valamilyen típusú motorokat meg kell mozdítani, el kell indítani, futtatni kell, gyorsítani, lassítani, fékezni. Úgyhogy valami ilyesmivel kapcsolatban raktam össze egy kis bemutatót, illetve majd egy valóságos eszköznek a mérését is megmutatom. Hát először is ugye mai aktuális témánk, ugye az elektromos járműveknek a meghajtása. Ezen belül pedig hát a legegyszerűbb, amivel mindenki találkozik, az ugye nem más, mint a villamos. Avagy mitől megy ez a villamos? A következő helyzet. Valamikor régen, talán a szülők még emlékezhetnek rá, a villamos vezető egy hatalmas rudat tekergetett jobbra-balra, és ettől gyorsult-lassult a villamos, és valahol a villamos testében egy hatalmas motor dolgozott ennek hatására. Hát ez már a múlti. Ugye a mai rendszer az úgy néz ki nagyjából, hogy különböző energiaátalakítások során kisebb motorokat vezérelnek, amelyekből sok van a villamosban elhelyezve, és így több problémát is ki lehet küszöbölni, hiszen gondoljunk bele, hogyha sok motor van, valamelyik megsérül, elromlik, megáll, attól még a többiek dolgozhatnak és vihetik tovább a szerkezetet. Itt egy séma látható arról, hogy hogyan néz ki ma egy ilyen megoldás. Nem kell megijedni, aki majd idejön hozzánk, az megtanulja, hogy mi mit jelent és hogy minek mi az értelme. Egy másik hasonló, kicsit részletesebben rajzolt kis ábránk van. Itt arra hívnám fel a figyelmet, hogyha megnézzük, a motor környezetében vannak ezek a kis zöld tüskék. Na hát ez az, amit mi elektronikusan előállítunk, ilyen kis tüskéket, és ezeket a tüskéket visszük a motorra, és ennek hatására a motorban különböző sebességeket tudunk előállítani, gyorsítani, lassítani, fékezni, stb. Szokták kérdezni, amikor motorokról van szó, hogy is áll a nyomaték, ugye mindig autósok állandóan ezzel foglalkoznak. Hát itt a villamos motoroknál, ennél a típusú hajtásnál az a helyzet, hogy amikor hálózati frekvenciával működik a motor, tehát ezzel ami a dugóból otthon kijön, ez a 50 Hz-es hálózati frekvencia, akkor adja a legnagyobb nyomatékot ez a gép. Viszont, hogyha gyorsítom vagy lassítom, akkor nyilván ettől gyengébb lesz a nyomaték leadás. Hát itt látható egy görbe, egy általános motornak a görbéje. A következő ábrán egy városi villamos, konkrétan a budapesti kombinónak a vázlatrajza látható, amiről tudni kell, hogy van egy energia fönt az áramszedőnél, ugye a felső részen, ez az energia bekerül ebbe a rendszerbe, néhány átalakításon átesik, természetesen egy ilyen impulzusos átalakítás a vége, minek során ugye a motorokra a megfelelő energia eljut, megfelelő minőségű energia és paraméterű energia eljut. Hogy néz ki? Hát valóságban egy kicsit meg van emelve ez a villamos, hogy lássuk a forgó zsámolyát, amin ugye négy kerék van, és minden keréken a fék berendezés látszik ugye kívülről, bent pedig négy darab motor található, tehát itt van az, hogy minden egyes zsámoljon, ha négy motor van, akkor egy négy zsámolyos gépen ugye 16 motor, tehát mindjárt el van osztva az erő, el van osztva a teljesítmény, és ugye nem probléma, bármelyik kiesik ezek közül. És akkor térjünk át az útra. Mi van az autókkal? Hát a mai technológiának ugye a legszélesebb spektruma talán, ugye a hibridizációt, a hibrid autókat vettem célba, és ennek kapcsán néhány dolgot azért meg kell beszéljünk. Miért is találták ki ezt a hibridet? Hát alapvető a dologban az, hogy helytakarékos rendszer legyen, egy sokkal kisebb benzinmotor mondjuk, és egy elektromotornak az összekapcsolásával ugye létrehozható egy ilyen hibrid, aminek ugye kisebb a helyfoglalása, tehát ezzel azért ugye jól lehet játszani, amikor tervezik az autót. Kevesebb fosszilis eredetű üzemanyagot fogyaszt, ugye kevesebb benzin, kevesebb dízel, tehát kevesebb olyan van, ami esetleg mondjuk környezetszennyező lehetne. Van benne energiátároló rendszer nyilván, hiszen ezt az elektromotort valaminek vinni kell. Ez általában akkumulátoros megoldású. Ezekhez ilyen lítiumos, nikkeles akkumulátorok vannak beállítva, aminek ugye a töltés-kisütési ciklus száma, az a hagyományos akkumulátorok többszöröse. Tehát ez a lényeg, hogy a jó minőségű, újabb típusú akkumulátorokkal ugye többször lehet tölteni és felhasználni az energiát.
És akkor mi is ez a hibrid, ugye? Hát van a teljesen hibrid, amikor a gép teljesen tud haladni csak üzemanyaggal, illetve csak villamos energiával, külön-külön is, akár együtt is. Tehát ez ugye a teljes hibridnek hívott rendszer. Aztán van a rásegítős, amikor a villamos motor csak a többletnyomatékot adja a rendszernek, tehát megy rendesen mondjuk benzinnel, és hogyha valami hirtelen nyomaték szükséglet lép fel, akkor rásegít a villamos hajtás. Vannak a mikrohibridek, ezek ugye általában csak nagyon pici mozgásokra használják a villamos motor, tehát megállás, fékezés, gurulás, a start-stop funkció, tehát nagyon egyszerű feladatokra. És van a konnektoros verzió, amiből elég sokat lehet látni már az utakon. Itt a motor önmagában nem tölti az akkumulátort, hanem külső áramforrásról kell azt regenerálni, tehát feltölteni. Hát akkor mi a megoldás? Ugye nézzük meg a teljesen elektromos járgányokat. Ezeken belül ugye miről is van szó? Arról van szó, hogy 2000-től ugye egyre nagyobb iramban nő a fejlesztés ebben az irányban, és ugye a cél az, hogy a károsanyag kibocsátás az ugye nullára csökkenjen. Hát nyilván egy önmagában egy villamos autónak ugye nincsen ilyenje. Hát természetesen van a technológiában ilyen, de nem magában a járgányban jön elő. Az elektromos hajtásoknak az előnyeivel majd, ha aki ide jön hozzánk, az úgyis megismerkedik, és látható, hogy mennyire jól vezérelhetők a villamos motorok, mennyire jó a teljesítményük, nyomatékuk. Tehát ez egy nagyon jó technológia, úgyhogy ennek a térhódítás az egyértelműen jó nekünk, és hát megfelelő szakembereket kíván. Annál is inkább, mert az Európai Unió 2030-tól tervezi a hagyományos energiahordozókkal működő járművek leváltását, ezekre a zéró kibocsátó technológiákra, és ezek között már néhány ország 2025-től drasztikusan csökkenteni akarja a hagyományos hajtású járművek otthoni eladását. Hát magyarul szépen csöndben a benzinmotor eltűnik. Miért nem jó ez a tiszta elektromos megoldás? Hát a gyenge pont az akkumulátor, ezt azért valljuk be. Folyamatosan fejlesztik, és a legfontosabb paraméterek, amiknek meg kell felelni. Az első az, hogy nagy legyen a tároló kapacitás nagyobb távolságok megtételéhez. Ez gondolom mindenki érti. A töltési idő rövid legyen. Hát gondoljunk csak arra, van egy telefon, feldugjuk a töltőre, és néhány perc után már nagyszerű módon használható újra, akár 10 perces nagyságrendben. Ezt a töltési időt szeretnék elérni egy autó esetében is. És a harmadik dolog, ami nem utolsó, hogy a beépített tömeg csökkenjen, tehát minél kevesebb akkumulátorral, minél nagyobb energiát tudjanak tárolni, ennek megfelelően ugye kisebb helyet foglal magában a karosszériában. És akkor itt van a környezetszennyezés, ugye megint egy komoly probléma. Egyrészt nagyon nehéz megoldani az akkumulátorok, elhasználódott akkumulátorok újrahasznosítását vagy megsemmisítését. Ez egy nehéz feladat, ezen sokan dolgoznak, hogy ez sikeres legyen. És ne feledkezzünk el a legfontosabbról, ezeket tölteni kell, a töltőenergia sem, előállítása sem környezetkímélő. Gondoljunk csak egy egyszerű hagyományos erőműre, ami mondjuk szénnel működik, és onnan veszük az energiát, akkor egyáltalán nem vagyunk környezetkímélők. Csak távol van tőlünk ez a dolog. És akkor néhány meggyőző adat. Én a legelső szériák közül a Teslának a Roadsterét hoztam el mintának. 2008-ban készült a gép. Egy nagyon szép sportos kasznira rakták rá ezt a villamos hajtást. 6831 akkumulátorcella van az alvázban. Ez egy rendes mennyiség. Feltöltésenként 394 kilométer tudott már akkor, tehát ez egy egészen jó menettáv volt, és 4 másodpercen belül gyorsult 0-ról 100-ra. Ez sem rossz adat. Végsebessége pedig 210 km/h volt. Ez még ma is szépen beférne a garázsba otthon, gondolom mindenkinél. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézték ezt a bemutatót, és akkor átmegyek egy másik helyszínre. A következő dologról lesz szó, ez egy ilyen hajtásmérés, tehát egy villamos motor megmozgatásához szükséges technikának a mérése. Nagyjából ugyanaz a rendszer, mint amit az előbb felvázoltam. Van egy energiánk, az itt ezen a részen található. Ez az energia, ez nem képes önmagában a motort meghajtani, ezt át kell konvertálni egy másik típusú energiával, azokkal a bizonyos kis tüskékkel. Hát ezt csinálja maga az elektronika, itt egy kicsit ki van bontva, gyakorlatilag az, amit ott az előbb is láthattunk, az a megoldás működik. És van egy motorunk, aminek a sebességét szeretnénk változtatni. Hát most forog egy viszonylag lassú tempóval, és ahogy mondtam, hogy változtatom ezeknek az impulzusoknak, amit itt szépen itt a rózsaszín mezőben lehet látni, a számát, illetve a szélességét,
úgy tudom gyorsítani. Ugye most van a teljes nyomatékán ez a kis motorka, és ennek a mérése gyakorlatilag ugye arról szól, hogy milyen impulzus sorozatokat kell ahhoz kiküldenünk ennek az elektronikának, hogy ez a motor ilyen szépen járjon. Hát ezt szerettem volna elmondani, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Mi sok szeretettel köszöntünk mindenkit, én Bagány Máté vagyok, én is itt tanítok a Bláthy Ottó villamosipari technikumban, és a fiúkkal itt a LEGO robotokat mutatnánk be. LEGO robotoknak a programozásával, illetve az építésével egészen 9. osztálytól foglalkoznak a diákjaink minden szakon. Tehát itt az ipari informatika, az elektronikai technikus, illetve az erős áramú elektrotechnikus, valamint az automatikai technikusok is foglalkoznak a LEGO robotokkal, ugyanis a LEGO robotoknak az építése egyik részről javítja a srácoknak a kézügyességét, a programozás az pedig igazából elengedhetetlen gyakorlatilag minden egyes szakmánál, amit az iskolánkban oktatunk, ugyanis a diákok lehet, hogy ugyan nem LEGO robotokat fognak a későbbiekben programozni, és nem pont ilyen programozási nyelven, mint amilyen a LEGO-nak a programozási nyelve, ellenben biztos, hogy fognak programozni a srácok PLC-ket, illetve ipari robotokat a képzés során, és nagyon jó felkészülést biztosít a fiúknak a LEGO robotoknak a kezelése, a programozása. A LEGO robotokat az iskolánkban nem csak tanóra keretén belül tanítjuk, hanem szakkör is van. A fiúk, akik itt vannak mellettem, Bence és Rajmund versenyekre is szoktak járni. Legutóbb akkor, amikor a vírus helyzet előtt még lehetőség volt rá, Békés Csabán voltak egy LEGO robotika versenyen. Eredményesen szerepeltek, nagyon eredményesen a fiúk. És amiket most itt látunk, ez egy Rubik kocka kirakó robot, amit Bence most éppen bekalibrál, és megpróbáljuk vele ezt a Rubik kockát kirakatni. Ez egy picikét fényviszony függő. Ahhoz, hogy ezt a kockát ki tudja rakni a robot, ahhoz több motort használunk, illetve több szenzort. Egy infraszenzort használunk ahhoz, hogy érzékelje a robotunk azt, hogy be van téve a kocka a helyére, és el tudja kezdeni ugye ezt az egész műveletet, hogy kirakja ezt a Rubik kockát. Egy kisebb teljesítményű motort használunk annak érdekében, hogy a színszenzor a kocka fölött tudjon mozogni, ezáltal a robotunk meg tudja tanulni azt, hogy milyen színeket lát, illetve egy nagyobb motort használunk ahhoz, hogy meg tudja forgatni a robot a Rubik kockát, hogy a színérzékelő alatt a kocka minden egyes kis négyzetét le tudja tapogatni a színérzékelőnk. Ezután a robotnak, hogyha sikerült felfognia minden egyes szint, akkor kalkulál egyet, és kiszámolja azt a lépéssorozatot, hogy hogyan tudja kirakni ezt a kockát, majd kirakja a Rubik kockát a robotunk. A másik robot, ami pedig Rajmund előtt van, rajta rengeteg mindenféle érzékelő van, illetve egy fogókkal is, illetve többféle motor. Egy kisebb és két nagyobb motort használunk, a kisebb motor az elől látható kart mozgatja, a két nagyobbik motor pedig a kerekeket, tehát igazából ez biztosítja azt, hogy a robotunk tudjon mozogni. Ezen kívül egy ultrahangszenzor, illetve egy színszenzor és egy giroszkóp található még a robotunkon. Ezen szenzoroknak a segítségével a robot tud tájékozódni, a színszenzorral az asztalra ragasztott fekete vonalat tudja követni a robotunk. Az ultrahangszenzorral érzékeli a tárgyat, ami előtte van, amit a robot elé teszünk be. A giroszkópa pedig a fordulásnál érzékeli az elfordulásnak a szögét, és ezáltal próbál visszatérni az eredeti kiinduló pontjához a robotunk. A robotjaink rengeteg mindent csinálnak, most lehet látni egyébként, hogy a Bencének a robotja is még mindig szkenneli a kockát, illetve a másik nyomkövető robotunk az sikeresen visszaért a helyére. A LEGO robotoknak a programozásával bárki foglalkozhat az iskolában, alapvetően 9. osztályban szoktunk ezzel dolgozni, utána a felsőbb évfolyamokon szakkör jelleggel. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, Kovács Csaba vagyok, mint Máté említette, műszaki igazgató helyettes, és amit itt beszeretnék mutatni, az nem más, mint egy okos otthon, intelligens otthon. Ma már minden okos, a telefon, az autó, a járművek, a játékok is okos játékok. Ez éppen egy okos otthon alkalmazás. Gyakorlatilag nem más, mint egy kétszintes háznak a makettje. Ennek a háznak a vezérlését építettük ide fel. A
rendszerről tudni kell, hogy eredetileg Európából származik az EIB rendszer, amely világhódító útján Amerikába érve kapta meg a KNX nevet. Az a sajátossága más rendszerekkel szemben, hogy minden egyes kapcsolónak, minden egyes eszköznek saját intelligenciája, memóriája van, tehát ha bármelyik kiesik a működésből, attól még a rendszernek a többi része az működik tovább, és természetesen azok anélkül a funkció nélkül, ami kiesett, és működtetheti az intelligens otthont. Alkalmas arra, hogy világítást kapcsoljunk be és ki, akár szintenként is világítást tudunk be és kikapcsolni, mint itt látszik, vagy akár az egész épületben le tudjuk kapcsolni a világítást, vagy éppen fel. Ugye az előbbi az arra jó, hogyha van egy ember, aki például egy irodaházban takarító néni, aki utoljára távozik az épületből, az nyugodtan le tudja kapcsolni a teljes épületnek a világítását. Vagy éppen, hogyha megérkezik valaki otthon, és arra vágyik, hogy egy kivilágított ház fogadja, akkor ezt is meg lehet oldani. Vagy egyenként tudunk akár egyik szintről a másikra is világítást vezérelni, akár fényerő szabályzással is. És természetesen ezt a funkciót tudja a saját világítási szintjén is ez a rendszer. Ezt a rendszert Kelet-Magyarországon, vagy talán Magyarországon is a iskolánkban kezdtük el először tanítani, és itt dolgoztuk ki hozzá a tananyagot is. Ezt az intelligens otthon vezérléshez kaptunk egy akkora nagy segítséget, hogy meg tudtuk vásárolni az egyik laborunkhoz az épület intelligens otthon, vagy intelligens világítás vezérléshez meg tudtuk vásárolni a World Skills versenynek a gyakorló falait, amelyeket már fel is építettünk az egyik laborunkban, és ez ehhez a rendszerhez kapcsolódva alkalmat ad arra, hogy a tanulóink, az ipari informatikai technikusok, az elektronikai technikusok, az automatikai technikusok és az erősáramú technikusok is meg tudjanak ismerkedni az intelligens otthon technológiával. És ezzel be is fejeznénk a bemutatót. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és átadnám a szót igazgató úrunknak, Velenyák Jánosnak. Köszönöm szépen. Én befejezésül köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Ezzel a kis bemutatóval, ismertetővel szerettük volna felhívni a figyelmet a nálunk folyó képzésekre, és remélem, hogy sokan kedvet kaptak hozzá. Ez a bemutató az iskola YouTube csatornáján majd látható lesz, követhető lesz majd, még egyszer vissza lehet nézni, aki esetleg szeretné megnézni, ahogy említettem, ez a prezentáció is, illetve mindenféle ismertető megtalálható az iskola honlapján, illetve a Facebook oldalán is. Kérdésekre szívesen válaszolunk, ezeket a kérdéseket a felvételi aláhúzás blate@miskolciesc.hu címre kérjük elküldeni, és a következő napokban válaszolni fogunk ezekre a kérdésekre. Nyilvánvalóan, ami közérdekű, azokat majd a honlapunkon is közzé fogjuk majd tenni, ott is fogjuk majd ezeket ismertetni. Köszönöm szépen a figyelmet, további kellemes estét kívánunk mindenkinek. Viszontlátásra!